Sziasztok! A mai napon erősítő jellegű gyakorlatokat fogunk végezni. Gyere velünk mozogni, mert ez itt a Sportpont neked! Csipőszéles terpeszállás van, összeszorítjuk a falizmunkat, hasizmunkat, és fejkörzést végzünk félkör alakba a törzs előtt. Balra 1-2, vissza 3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Utoljára 2-3, és elég. Balvállunkat fölhúzzuk. 1. Vissza, jobb, vissza. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Utoljára 2-3, és elég. Egyszerre a két vállat fölhúzzuk. 1, és lent. Fönt, és lent. Fönt, és lent. 1-2. 1-2. 1-2, még kétszer, még egyszer, és elég. Oldalsó középtartásba emeljük a kart, fölfordítjuk a tenyeret, érintjük a vállunkat a bal karunkkal. 1, vissza 2, jobb kar 3, vissza 4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3-4. Utoljára 2-3, és elég. Még megtartjuk a karunkat, még bírjuk egy picit, és egyszerre a kettővel érintjük a vállat. 1, vissza 2. Érint és nyújt. Jól nyújtozzunk meg oldal irányba, amikor kinyújtjuk a kart, és érintjük, és nyújtjuk. 1-2. Még bírjuk egy picit, még tartjuk, még 2-t, még 1-et. És leengedjük, lerázzuk, elfáradtunk egy kicsit, nem baj, még karra tovább gyúrunk. Válhoz tartás van, nyújtjuk a bal kart magas tartásba, befelé néz a tenyér, megnyújtózunk. 1, vissza 2, jobb kar 3, vissza 4. 1-2-3-4. Nyújtózzunk meg jól fölfelé, próbáljuk meg elérni a plafont. Minél magasabban, és föl, és vissza, még 2, még 1, és marad a kartartás, mind a két kézzel megnyújtózunk, fölfelé 1, és vissza 2, fönt, és lent. A két tenyér egymás felé néz, összeszorítjuk a farizmot, hasizmot, feszes a törzs, és nyújtózunk. Karokat nyújtsd ki, könyököd is nyújtva van teljesen, és még 2, és még 1, és leráz a kar, leengeded, picit lerázod, válkörzéseket végz előre, hátra, jó. És oldalsó középtartásba emeljük a kart, lefelé néz a tenyér, fölfordítjuk a bal kart, 1, vissza 2, jobb kar. És vissza mindig, nézzünk bele a tenyerünkbe, vissza, másik, vissza, 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4, utoljára 2-3, és elég, egyszerre a két tenyeret forgatjuk, 1, és vissza. Még bírjad egy picit, tudom, hogy már nehéz tartani, de még egy picit, és még 6, 5, 4, 3, 2, 1, és leenged a kar. Összekulcsolod a tenyeredet, és föltolod a karodat magasra, leengeded jobbra, vissza magas tartásba, bal oldalra. Jó, leengeded a kart a test mellett, a tenyér a comb felé néz, döntünk balra, jobb karral oldal irányba, hajlítunk, 1, lecsúszik a kar, visszajövünk, 2, másik irányba, és vissza, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, utoljára, 2, 3, és elég. Bekapcsoljuk a kar és a törzshöz a lábat is. Amikor oldalirányban hajlítunk, a jobb lábunk is hajlik szépen. Csúszik a kar, hajlik a térd, és nyújtózunk oldalra. 1, és vissza. 2, ellenkezőleg, és vissza. Jó messzire nyújtózzunk meg, hajlítsuk a térdet, lassan szépen nyúlnak most már a lábizmok is, karizmok is, és törzsizmok is oldalra, és megnyújtózzunk, és még 2, és még 1, és fölemelkedünk. Oldalsó középtartásba emeljük a kart, ellentétes kar-boka érintés van, jobb térdet hajlítjuk, jobb karral érintjük a bal bokát. 1, vissza 2, ellenkezőleg 3, föl 4. Jól nyújtsuk meg lábunkat, a törzsünket és a karunkat, és föl, érint, föl, érint. Föl, egyenes a hát, egyenes a törzs, feszesen tartjuk magunkat. Még kétszer, és még egy, és elég. Helyezkedjünk el ülésben a szőnyegen, vagy a talajon otthon. Alkartámasz, feszítsük vissza a lábfejünket, feszítsük meg a combizmokat, hasizmokat, farizmokat, és emelkedik a bal láb. 1, vissza 2, emel, és lent, fönt, és lent. 1, 2, még 4, 3, 2, és egy utolsót. Jó, maradunk a bal lábnál, oldalirányba kifelé fordítjuk a lábfejünket, oldalirányba kifelé emelünk. 1, vissza 2, 1, 2, 1, 2. Mindenki annyit emeljen, ami neki jól esik. Hogyha nem megy, semmi probléma nincsen, álljanak meg egy picit pihenni, és utána folytassák a gyakorlatokat. És még 2, és még 1, és letesszük. Picit lerázzuk a lábunkat, visszanyújtjuk, és körzést fogunk végezni a bal lábbal. Kis körzés, emelünk, kifelé, vissza. 2, 3, 4, pipál a lábfej, figyeljünk oda, 7, és 8, jó, lerázzuk a lábat, másik lábbal is elvégezzük a gyakorlatokat, fölfelé emeljük a jobb lábat, pipál a lábfej, 1, 2, feszes a hasizom, feszes a törzs, feszes a farizom és a comb, 6, 7, 8. Kifelé forgatjuk a lábfejet oldalirányba, és 1, 2, 3, 4. Na még egy picit, lányok. 5, 6, 7. És az utolsó, 8. Jó, picit lerázod a lábadat. Jön az utolsó feladat, körzést fogunk végezni, és végezzük jobb lábbal a körzést, indítjuk kifelé, vissza, 2, vissza, 3, még egy kis kitartás, még 4-et, és még 2, és egy utolsó nagy kör. Jó, lerázzuk a lábat. Hanyat fekvésben helyezkedünk el, tenyér a földön a törzs mellett van, akinek kényelmesebb, be lehet rakni a derék alá is a tenyeret. Emeljük a bal térdünket a mellkasunkhoz pipálva, 1, visszanyújtjuk, 2, nem rakjuk le a talajra, megint húzzuk, és vissza, 1 és 2, húz, és nyújt. Jól nyújtsuk meg a sarkat a fal felé, ahogy kényelmesebb. És még 2,
És egy utolsó, és lábtartás csere. Húzzuk a jobb térdet, pipál a láb, egy, és vissza. Nem engedjük le a lábat, megtartjuk, három, négy, és még tartjuk, és húz, hat, hét, és még egy utolsó, és letesz a láb, picit lerázzuk. Nyújtva fogjuk emelni a talajról a lábat, jobb tér talptámaszban van, és a bal lábat fölemeljük, nyújtva, pipáló lábfejjel, egy, és vissza, egy, és vissza, fönt, és lent, föl, és lent, jól nyújtózzunk meg sarokkal, fölfelé, és még négy, három, kettő, egy, és talpra letesszük a bal lábat, jobb lábat kinyújtjuk, pipál a lábfej, és fölemeljük, egy, a csípőt toljuk bele a talajba, maradjon lent, ne emelkedjen föl, végig a talajon van, és még négy, három, kettő, egy, jó, talptámaszba lerakjuk a lábunkat, csípő, széles terpez, ügyeljünk arra, hogy a derekunk a talajon legyen végig, toljuk a talajhoz, és megemeljük a csípőnket, közben összeszorítjuk a térdünket, egy, és vissza leenged, nagyon jó, emelzár, és nyit, leenged, és három, és négy, amikor visszaérkezünk, toljuk le a csípőt és a hátat, öt, és lent, mikor fölemelkedünk, toljuk föl a hasat és a combot, és hét, és még egy utolsó, nyolc. Nehezítünk a feladaton, bal lábunkat megint fölemeljük, pipál a lábfej, talp a plafon felé van, és így toljuk föl magunkat, egy, és le, kettő, és le, föl, le. Bírjuk még egy picit, tudom, hogy már fájnak a combizmok, hasizmok, farizmok, de szépek leszünk, erősek leszünk, úgyhogy hajrá, még kettő, még egy, és letesszük a lábunkat, megcseréljük, jobb lábunkat emeljük a plafon felé, és toljuk a csípőt, egy, és vissza, kettő, és vissza, fönt, lent, fönt, lent. Na gyertek, még négy, három, kettő, egy, jó, leteszed a lábad, lerázod, csípőszélesnél szélesebb terpezbe tesszük a talpunkat, magas tartásba emeljük a karunkat, összefogjuk a tenyerünket, és hasprést fogunk végezni, úgyhogy a tenyerünket fölfelé törekszünk a plafon felé, csípőt leszorítjuk a talajra és a talpakat is, és emelkedünk, egy, és vissza, kettő, három, négy, fölfelé néz a tekintet, hat, hét, és még egyet, nyolc, jó, kinyújtod a lábadat, kinyújtod a karodat, és megnyújtózol jó messzire, bal kar, jobb láb nyújtózik, jobb kar, bal láb nyújtózik, egyszerre mind a két karláb távolít, jól nyújtsd meg a has-hátizmokat, jó, fölülünk ülésben, hátul támasz van, picit előre tolod a válladat, egy, kettő, ellenkezőleg három, négy, egy, kettő, három, négy, egy, kettő, három, négy,
kettő, három, és elég, összetesszük a két talpunkat. Megpróbáljuk letolni a térdünket a talaj felé, óvatosan megnyújtjuk a belső combizmait. És előre hajolunk, amilyen messzire csak tudunk. Jó, fölemelkedünk, hátra nagy kör, kifúj a levegő, és egészségetekre. Reméljük tetszett mai tornánk, továbbra is mozogj velünk, mert ez itt a Sportpont neked! Köszöntöm kedves nézőinket, örülök, hogy ismét minket választottak, és velünk sportoltak. Tornával folytatjuk itt a stúdióban is. Vendégem tízszeres magyar, háromszoros mesterfokú bajnok, Európa Kupa győztes, az 1988-as Szöuli olimpia 8. helyezettje. De nem csak az aktív sportban élt el kiemelkedő sikereket, hanem az újságírásban, sportdiplomáciában is. A Magyar Újságíró Szövetség alelnöke, MOP-tag, és helyet kapott a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség végrehajtó bizottságában. Mindezek mellett jogi diplomát szerzett, számos díj tulajdonosa, és megjelent több könyve is. Ha még nem találták volna ki, ő nem más, mint dr. Csisztu Zsuzsa. Te ugye az e-sportot ismered teljes testközelből. Mennyit tett az hozzá? Talán ebből adódik a maximalizmusod, a precizitásod, a pontos felkészültséged, a tornavilágából jön ez, vagy ez alapból beléd van kódolva? Hát nézd, biztos, hogy van azért bennem, el szoktam mondani azért egy ilyen nem is tudom, egy ilyen bacillus, ami ezt a maximalizmust állandóan az emberben, hogy mondjam, így ezt tűzben tartja. De a tornavilága és az abban megkívánt precizitás és odaadás és önkritikus látásmód és maximalizmus az egészen biztos, hogy egy nagyon jó kiinduló alap. Tehát azért azt gondolom, hogy azok az élsportolók, akik mondjuk ilyen mentalitással tették a dolgukat, nyilvánvalóan utána elég nehezen engedik el ezt a mentalitást utána a civil életükben is. Bizonyos szempontból ez jó, azt szoktam mondani, hogy ez áldás, de átok is néha. Szóval, hogy az ember nem hagyja nyugodni, és nagyon sok esetben akár a környezete is úgy érzi, hogy anya, hagyd már ezt, mondják a fiaim. Most tényleg, de most még miért így álljon meg? Szóval, hogy vannak azért persze ennek kitüremkedései, ami néha megmosolyogtató. De én azt gondolom, hogy a sport egy kitűnő alap, az mindenképpen nagyon jó. Pláne ha az ember ebben a hivatásban, ezen a területen dolgozik, akkor nyilván hitelességet is ad, nyilván pontosan tudják a megkérdezettek, hogy te nem a bántás szándékával kérdezel, hanem valóban a kíváncsiság. Tényleg kíváncsi vagy egy rosszul sikerült pillanatnak az esetleges eredetére, a háttér motivációkra, a háttérben zajló, esetleg felszín alatt lévő nehézségekre, problémákra. De hát ugyanígy a győzelemnek az ízét is azért az ember, ha már egy párszor érezte, akkor tényleg libabőrös szinten tud arra a hullámhosszra rá kerülni, amit egy élsportoló azokban a másodpercekben átél. Ha már a családot említetted, két fiú büszke anyukája, vagy sportolnak ők is, picit irányítgatod őket, mi lenne a jó irány, vagy maguktól szeretnének és vágynak arra, hogy edzésekre járhassanak? Nézd, én azt gondolom, hogy a gyerekeknek, hál' Istennek megvan az a alapvetően velük született mondjuk igényük, hogy mozogjanak. Ugye mi felnőttek sokat rontunk azon, hogy ugye ezt bizonyos szempontból kiöljük belőlük. Mert leültetjük őket a tévé elé, vagy mert kezükbe adunk mindenféle okos eszközöket, és a többi. Még ha ez csak társas játék lenne egy asztal körül, az nem lenne olyan nagy baj. Úgyhogy az én fiaim, azt szoktam mondani, van két perpétum mobilénk, aki mind a kettőben azért kisebb atomerőművet elhelyeztünk, úgyhogy van bennük, hál' Istennek, energia. Nagyfiam, 12 éves Krisztián, ő már leigazolt versenyzője a BVSC-nek, kérlek szépen kardvívni jár rendszeresen, és én azt gondolom, hogy sokféle sportágot mutattunk meg neki, tehát itt azért van egy komoly szülői felelősség, ha már arról beszélünk, hogy a fiatalok sportja, meg hogy sportoljunk, mert egy gyerek, amíg otthon ül, nem tudja, hogy hova kell elmenni magától. Persze, ha van kert, ha van egy labda, akkor látjuk, ugye, hogy szívesen rúgja a bőrt, meg próbálkozik ugye esetleg egyéb mozgáskultúrákkal, de az, hogy egy szülő megpróbálja becsatornázni a gyerekét, és megmutat neki lehetőségeket, azért az egy szülői felelősség, be kell ültetni a gyereket az autóba, el kell vinni ide, el kell vinni oda, stb. Mi kezdtünk egy kis tornával,
de nem azért, mert anyja tornász volt, hanem azért, mert a mozgáskoordinációt nagyon fontosnak tartottam, meg a szivacsgödörben ugrálás, meg a gumiasztalon ugrás, az energia levezetésnek is kitűnő. Elég hamar állítottuk a Krisztiánt, meg egyébként a mai napig is jár karatézni, mert fontosnak tartottam, hogy egy olyan, hogy mondjam, távol-keleti kultúra harcművészetének a rendjét is megtanulja. Ott egy kis disziplína van azért, ugye mester van, tanítvány van, nyilván a szőnyeg tisztelete, az ellenfél tisztelete, úgyhogy az gondolom az egy nagyon jó irány volt. Nagyon hamar beirattuk úszni, nagyon kitűnően úszik a Krisztián, nem terveztük, hogy versenyszerűen úszon, de azt kell mondom, három úszás nem, mert nagyon jól, nagyon magabiztosan. A pillangót azt még valószínűleg majd így el fogja sajátítani. Nem a legegyszerűbb. De nem a legegyszerűbb, és nem is az a feladat, mert nem versenyúszó szeretünk volna belőle. De már most látjuk, hogy a kondicionális képzésben, például nyáron, amikor a fiúkat edzőtáborba vitték a vívó szakosztállyal, akkor mind a futásban, mind az úszásban nagyon-nagyon kiemelkedően jól teljesített. És hát a vívás, a focizott is egy kicsit, mert az a fiúknak ugye kell. Igen. És akkor a vívásra tulajdonképpen így rátaláltunk egy pár évvel ezelőtt. El is vittük őt egyébként egy ilyen antropometriai mérésre, úgy az izomzatát szerettük volna nagyjából meg a véleményét a szakembernek, Petra Korincs Mártinak megkérdezni. És én azt gondolom, az eddig látottak alapján, hogy miután szereti, amit csinál, élvezi, jók a fizikai adottságai hozzá, hosszú keze van, hosszú lába van, félelmetesen gyors. Szerintem ez sikeres lehet. Nézd, ha megtalálja az örömét a vívásban, akkor én már egy boldog anya leszek az ő életét tekintve. Természetesen, ha az örömön túlmenően sikerei is lesznek, akkor extra boldog leszek, és aztán az összes többi már tényleg csak habatortán. Jól mondtad, az öröm, az nagyon fontos. Bocsánat, a kicsi fia, meg ő meg most, ugye ő 6 éves, ő úszni jár, rendszeresen apukája viszi, vagy én, de főleg az édesapja, a férjem, és hát természetesen még őt vizsgálgatjuk, hogy mi lenne a jó, mert szerintem őszinte szóval ez az egyik legnagyobb nehézség egy szülő életében, hogy megtaláld azt, amiben ő jól érzi magát, de keresni kell. És ez nagyon jó is, hogy említetted, hogy fontos a sportban az öröm megszerzése, és nem muszáj mindenkinek élsportolónak lenni, ahhoz, hogy megtalálja örömét a sportban, nagyon fontos az, hogy a szabadidős jelleggel eltöltött sporttevékenységekben is bizonyos szinten egy örömforrást találjon. Ez teljesen így van, ezt nagyon jól mondod. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb. Tehát amit én szülőként látok és érzékelek, ahogy mondtam, a gyerekekben alapvetően megvan a mozgás iránti igény, ugye? Tehát itt az a mi feladatunk, hogy ennek a tüzét táplálva tartsuk. Az, hogy a gyerekek tényleg találjanak valami olyan mozgáskultúrát, amely jól érzik magukat, és nem minden gyerek egyforma. És lehet, hogy lesz olyan gyerek is, aki előbb-utóbb, ő tényleg a zene viszi el, meg a művészet, meg bármi más, de mozogni kell. Tehát az egy roppant fontos dolog, egyszerűen az általános egészség megőrzés szempontjából, illetve igazán szerintem az a fontos, hogy a gyerekben az igény kialakuljon, ami aztán később felnőtt korban is tart, hogy a mozgás egy örömforrás. Tehát nem csak azért, mert már fiziológiailag, biokémiailag ugye 100 helyen tudományosan bebizonyították, hogy a felszabaduló endorfinok és a többi, ugye ezek valóban örömérzetet hoznak, de az, amikor az ember ruganyos, jó erőben van, jó fizikuma, szóval a régi mondás az épp testben, épp lélek, az tényleg úgy gondolom, hogy úgy áll össze, hogy az ember megadja a testének is azt a fajta táplálékot, és nem a szószoros értelemben táplálkozásra gondolok, hanem meg azt a fajta örömérzetet, azt az örömforrást, hogy az izmait teszteli, hogy egy kicsit a fizikai határait azért úgy tologatja, és megtalálja adott esetben a játékban az örömöt, hiszen azért ezerféle olyan sporttevékenység van, ami elsősorban játékra épül. Rengeteg mindennel foglalkozol, mégis jut időd a sportolásra. Mit tanácsolnál azoknak a nézőknek, akik szintén nagyon elfoglaltak, és mindig van egy kifogás, most nagyon fáradt vagyok, vagy majd inkább holnap. Igen. Akkor legyen a majd inkább ma. Tehát azoknak azt tanácsolom. Ugye azt a tegnapot már nem tudjuk mondani, hogy majd inkább tegnap, de azt, hogy ma, az egészen biztosan, ez egy döntés, szóval a legnehezebb tényleg az elindulás, hogy az ember egyszer azt mondja, hogy na jó, megyek. Én is mindig nagyon sokszor úgy vagyok vele, hogy amikor már ott vagyok, akkor annyira örülök, hogy tulajdonképpen mégiscsak beleiktattam a napomba azt, hogy sportoljak. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezt olyan rendszerességgel tudom csinálni, hogy a 7x napján, ugyanabban az órában ugyanúgy, pontosan, mert az élet
De mindig nálam van, mondjuk az autóval járok a gyerekek miatt, ugye, akiket hozni vinni kell még, mindig nálam van a sportfelszerelésem. Mindig nálam van a kocsi hátuljában, meg azt mondom, sose lehet tudni, lehet, hogy úgy alakul a napom, lemondanak egy megbeszélést, útba tudom ejteni mondjuk azt az edzőtermet, ahova járok, és abban a pillanatban találok magamnak erre egy szabad órát. De hát ugye az a fantasztikus dolog, hogy nem kell hozzá edzőterem, nem kell hozzá semmi, sokszor elég valóban a szabadban is lehet, elég egy tornacipő, egy viszonylag jó cipő, hogy az ember egy kicsit kocogjon, fusson, adott esetben sétáljon, kiránduljon a gyerekekkel. Tehát ne legyen olyan szempontból senkiben sem szerintem félelem abban a tekintetben, hogy úristen, most akkor nekem edző kell, ez kell. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy az ember természetes mozgásigénye az kódolva van bennünk. Ezerféle dologgal lehet. A nagy séták legalább annyit hozzátesznek az ember általános egészségéhez és örömérzetéhez, mint az, hogyha az ember tényleg szemellenzősen fut a futógépen. Tehát keressük meg azt a mozgásformát, amiben örömünket leljük. Szerintem ez az egyik legfontosabb, biztos, hogy van ilyen. És mi segítünk Önöknek a Sportban Neked műsorával. Minden héten várjuk Önöket a képernyők előtt, tartsanak velünk. Köszönjük! Köszönjük.